starter indult a puszta Diósi handicap. Négy értelmi szinte teljesen együtt ugranak ki a gépből, úgy tűnik, hogy talán Siráz lesz majd az, aki elmegy vezetni. Siráz az élem mögötte, Kála, illetve kívülről Koperta, Siráz, Kála, Koperta bent a falon, Riddick, aztán Impius és Napleány. Amikor nagyjából 300 méter telt el a futamból, már is az ügető átjárónál a mezőny, Siráz előnye pedig nagyjából egyhoz Kopertával szemben. A harmadik, negyedik helyen fejfej mellett Kála, illetve Riddick kettőse, Napleány menet közben előzi Impius, aki így a sor végére csúszik vissza, de hát első és utolsó között nagyjából ilyen jó 6-8-os lett maximum a távolság. Siráz diktálja mindig az iramot, amikor most már a kanyarhoz ér a mezőny, de a kanyarra érve már talán Koperta előrébb látszik kívül, mint Siráz. Siráz, Koperta, Kála, Napleány, illetve a Riddick és Impius, ez a sorrend tovább és nagyon-nagyon közel egymáshoz a teljes mezőny. Georgievnek kell folyamatosan lovagolnia Impiust, hogy tudja tartani a lépést a vezető lovakkal. Siráz még mindig egy kicsit előrébb, mint a kívül támadó Koperta. A Riddicknek nagyon jó a pozíció. Szokása szerint Georgiev előtt belül próbál majd Impius utat találni, kicsit rövidíti a távot, és már is ott van a negyedik, ötödik hely környéken. Koperta elindul a nagy hókájával, és 300-nál már vezet Koperta támad, Riddick is ott van a frontban, Napleány, Kála, Impius is bejelentkezhet, talán majd a helyezésekért. A távoztopphoz érve Koperta az élen, Koperta, Riddick, Impius, illetve kívül Napleány a sorrend, jön az utolsó 100 méter, és Koperta vezet Fülöp Adrienne, bent a falon Riddick támadja, óriási lendülete, Koperta, Riddick, vagy esetleg Napleány, Impius elkésik, és az utolsó métereken Riddick gyorsít, Riddick megnyeri a futamot Kopertával, illetve Napleánnyal szemben. Ben. Hát azért kisebb meglepetés, mindenképpen nem is olyan kisebb Riddick sikere Bakos Gáborra. Én azt mondtam, hogy csak Sirázra mondhatjuk azt, hogy meglepetés. Riddick is azért mutogatta magát, nem tartotta be tulajdonképpen a sormintát, úgyhogy megint hasonlóan jobb formájával rukkol elő. Volt ő már 5. osztályban, legutóbb 5B-ben, hasonló mezőnyben, egészen közeli negyedik. Én azt hiszem, hogy azért úgy esélynél volt ő összességében, de ha az eddigi teljesítményeket nézzük, akkor valóban talán mondjuk a győzelem az meglepet, és illetve hát azért itt ugye Impius meg Kála vitte a játékosokat bőven. Célfotó az első és a második helyre, a 3-as, a 6-os és a 7-es között. 3-as célfotó a lassítás alapján, meg az élőkép alapján is. A negyedik lett 7-6-3. Impius végül, akikben azért nagyon bíztak a fogadók. Kereste az utat, ahogy Georgiev általában belül szokott jönni. Igyekezett most is előre, de hát... Siráz az 5. és Kála csak a 6. Azért ez kellemetlen meglepetés, hogy még a küzdelembe se tud odaérni Kála. Hát igen, azért ha úgy vesszük valóban egy két favorit nélkül, akkor nem is kell feltétlenül Siráznak ott lennie, hogy mondhassuk, hogy a mini mezőnyben is itt azért jók lesznek az osztalékok. Figyelem, a 7. futam nem hivatalos befutási sorrendje. 7-es, 6-os, 3-as. Ismétlem, 7-es, 6-os, 3-as. 7-6-3, ugye Riddickről mondtuk, hogy származás alapján sokkal többre lenne, vagy lett volna hivatott, hát azért ne beszéljük múlt időben, mert mégiscsak egy 4 évesről van szó. Kezdtem mutogatni már magát. Koperta mondjuk,